Itt a kórház mellett épül az új parkoló lemez, amelynek munkálatai még április végén indultak, a fejlesztés pedig jó ütemben halad. A Modern Városok program keretében több mint 2 milliárd forintból javítják a parkolási feltételeket a környéken. Sajnos, ha az ember kórházba kerül, amúgy is szenzitív, érzékeny, kiszolgáltatott állapotban van. Nagyon nem mindegy ezért, hogy ott milyen körülmények fogadják. Magyarország kormánya nagy hangsúlyt fektet a megyei jogú városok szolgáltatásainak emelésére, valamint az egészségügyi fejlesztések támogatására. A Modern Városok programban mindkét cél megvalósul. Győr polgármestere megköszönte az állam támogatását a város számára kiemelten fontos fejlesztéshez. Borkai Zsolt hangsúlyozta, gondot fordítottak arra is, hogy amíg a munkák zajlanak, ideiglenes parkoló segítse a kórházba érkezőket. Egyértelmű, hogy ennek a térségnek, ennek a területnek a legnagyobb problémája, az elmúlt időszak legnagyobb problémája a parkolási helyzet. Igen, valóban egyrészről a kórháznak a parkolási igény kialakítása nélkülözhetetlen volt. Nem utolsó sorban az itt lakó állampolgárok is nagyon-nagyon sokan használták ezt a parkolót, és ez a kettőség okozta és okozza máig is azt a problémát, hogy nagyon-nagyon nehéz itt parkolóhelyet találni. Ugye mintegy 180 parkolásra volt eddig lehetőség, és ez az új fejlesztéssel egy 360 férőhelyesre tudjuk bővíteni. A parkoló lemez a győriek óriási igénye miatt került be a Modern Városok program helyi fejlesztési csomagjába. Kara Ákos államtitkár szerint a plusz 180 parkolóhely részben megoldhatja a parkolási problémákat. Az a legfontosabb üzenet, hogy az emberekkel közösen, az itt élőkkel közösen fejlesztjük a várost. Az én tudásom szerint 359 parkolóhely áll majd rendelkezésre, ami az azt jelenti, hogy 180-nal, tehát nagyon jelentős mértékben nő a parkolóhelyeknek a száma. Ez egy rendkívül fontos fejlesztés a kórházba jövők szempontjából, és rendkívül fontos fejlesztés nem csak a győriek, hanem a vidékiek szempontjából. A kórház nevében a szervezési igazgató köszönte meg a fejlesztést. Dr. Skalicki Zoltán úgy fogalmazott, addig is, amíg zajlik a munka, az intézményben csak a szakszerű betegellátással kell foglalkozniuk. Van egy olyan projekt idén, amelyik a kórházról szól, részben a kórházért történik, és nem nekünk kell csinálni. Ezért duplán hálásak vagyunk, mert így mi koncentrálhatunk ebben a 11 hónapban is arra, hogy végezzük a munkánkat. A sajtótájékoztató résztvevői ezután a kivitelező VHB vezetőjével kiegészülve helyezték el hivatalosan a parkoló lemez alapkövét. A polgármester azzal búcsúzott a sajtótól, hogy 11 hónap múlva remélhetőleg egy teljesen más környezetben át is adhatják a 359 férőhelyes új létesítményt.